Sziasztok! Ezúttal a magyar irodalom kezdeteiről fogunk beszélni, vagyis olyan szövegekről, amelyek magyarul íródtak, és irodalmi szövegeknek tekinthetők. Egy korábbi videóban már foglalkoztam a kulturális gyökereinkkel, őseink hitvilágával, pontosabban azzal, amit erről tudunk. Ha még nem láttad volna, érdemes megnézni a Magyarok ősi hitvilága című videót is. Na kezdjünk is bele a mai témánkba. Bevezetésképpen annyit mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy ugye időben már a középkorban járunk, és ekkor a, a kultúra, a tudomány, a vallás nyelve a latin egész Európában. Az az érdekes, hogy beszélt nyelvként már kihalt a latin, tehát hétköznapi nyelvként a hétköznapokban nem beszél már senki a latin, viszont ezzel párhuzamosan ö, hihetetlen virágzásnak indul a középkorban. És, és még hosszú évszázadokig ez lesz a kultúra nyelve. Tehát aki aki művelt embernek számított, mindenki beszélt latinul. És Magyarország történelméből pedig annyit érdemes kiemelni, hogy ugye túl vagyunk az államalapításon, immár egy keresztény államról beszélünk, ami azt jelenti, hogy itt is megjelennek a különböző hivatalos szövegek, amelyeknek a, a nyelve, ahogyan mondtam, a latin, tehát magyarul Magyarország területén is alakul egy latin nyelvű kultúra. És viszonylag hamar megjelennek majd a magyar nyelvű szövegek is. A legelső magyarul írott szavak egy hivatalos iratban vannak. Ez a Tihanyi Apátság alapít, alapító levele. Ez még egy úgynevezett szorványemlék, ami azt jelenti, hogy egy latin nyelvű szövegben van, ha jól emlékszem, összesen 58 magyar szó, szószerkezet, ezek még fő, főleg uh, helységnevek. Tehát ez az első fennmaradt, magyarul leírt um, szorványemlék. És az első összefüggő magyar nyelvű szöveg, ami fennmaradt, ez a hallotti beszéd és könyörgés címen emlegetett szöveg. Ez tulajdonképpen egy prédikáció, egy temetési beszéd, amit akkor mondtak, amikor a, a koporsót leeresztették a földbe. Ezt a 18. században fedezte fel egy György nevű történész, történetíró, történetíró, ezért is a kódexet, amelyben ez a szöveg fennmaradt, róla nevezték el Praj kódexnek, ami nem Prey kódex, logikus lenne, de Praj kódex. Tehát, mint mondtam, a szöveg megtalálójáról kapta nevét. Ez tulajdonképpen egy fordítás, egy latin nyelvű prédikációnak a meglehetősen laza fordítása. Tehát nem, nem próbál szóló-szóla megfelelni az eredetinek, és azt lehet mondani, hogy annak ellenére, hogy, hogy ezer éve íródott ez a szöveg, tulajdonképpen nagyon sok mindent ma is érteni belőle, és azt lehet mondani, hogy egy, hogy egy nagyon gördülékeny, szabatosan megírt próza. egy, egy egy jól olvasható temetési beszéd. Ami arra utal, hogy, hogy valószínűleg nem ez volt az egyetlen, vagy nem ez az első ilyen jellegű szöveg, hanem amikor ez megszületett, már egy, már egy meglehetősen érett kultúrája volt a magyar nyelvű prédikációknak. Ha magát a szöveget nézzük, akkor itt arról van szó, szóval ez egy, ez egy rövid beszéd, mint mondtam, a temetéseknél hangzott el a koporsó földbeeresztésekor, és az ószövetségi bűnbeesés történetét idézik föl, Ádámot és Évát, ahogyan ők szembe vén Isten parancsával, ugye ettek a tiltott gyümölcsből, és ezzel halált ettek, ahogyan a szöveg fogalmaz. És tulajdonképpen Ádám és Éva történetét a a hétköznapi emberekre vonatkoztatva beszél arról a szöveg, hogy bizony-bizony a halál az mindannyiunkért eljön, egyikünk sem kerülheti el ezt a sorsot. És a, ennek, a szöveg, ennek, a szövegemnek a teljes címe, hogy én nem legetni szoktuk, az halotti beszéd és könyörgés, ami utal arra, hogy van a végén egy ima is, ahol uh, imádkoznak a halottért azért, hogy az ő bűneit, uh, bűneiért bocsánatot nyerjen, és eljusson az örök paradicsomba. Itt hoztam, ez elég jó felbontásban, megtaláljátok a, a Wikipédián a halotti beszéd és könyörgésnek a szövegét. Tulajdonképpen, ha egy picit az ember odafigyel, akkor még egész jól olvasható. Itt piros azt a mondatot látjátok, hogy Sermosup Sepulchrum, vagyis el Sepulchrum, ami azt jelenti, hogy, hogy a sír felett mondott beszéd. És itt van a híres kezdő látjátok felém szüntük el, mik is a pures homó Vodzsmuk, stb. stb. és így tovább. Én szerintem nagyon érdekes ezeket a régi szövegeket bogarászni, főleg amikor olyan szó alakra találunk, amit, amit, ma is hasonlóan mondunk. És az is arra utal, hogy ez, hogy ez egy viszonylag érett, jól szerkesztett szöveg, tehát nem az első ilyen jellegű, hogy, hogy nagyon szép szóképek vannak benne, például az első, írásban fennmaradt magyar nyelvű figura etimológika, ez a halálnek halálá holsz. Szóval ez a legelső összefüggő magyar nyelvű szöveg, ami fennmaradt, hangsúlyozom, ami fennmaradt, és ma is olvashatjuk. A továbbiakban pedig beszélünk egy kicsit az első fennmaradt magyar nyelvű versről. Itt általánosságban annyit érdemes Elmondani, hogy ebben az időben, a középkorban abszolút a líra csúcspontjának számítottak a himnuszok, a himnusz költészet. A himnusz műfaj az már ismerős lehet az ókori irodalomból is, hiszen szafónál is tanultuk például az Afrodité himnuszt, tehát ez egy abszolút antik eredetű műfaj. Ugye himnusznak nevezzük azokat az emelkedett hangvételű verseket, amelyek valamilyen istenséghez szólnak, nagyon leegyszerűsítve, tehát az ódai műfajok közé tartozik, a líra műnemébe természetesen. És ehhez ez a régi műfaj alakult át a középkorban, és kapcsolódott össze keresztény. Tartalommal. Tehát nyilván a középkori himnusz költészet verséje már nem valamelyik Istenhez szóltak, hanem az Istenhez vagy valamelyik Szenthez, nagyon sokszor Máriához. A Mária himnuszoknak egy külön kultusza alakult ki, és ezeknek a Mária himnuszoknak az egyik uh, típusa a planktusz, vagyis siralom siratóének. és uh, ezek a planktuszok Máriát uh, a kereszt. Mellett ábrázolják, tulajdonképpen a, a saját fiát sirató Mária szavait tartalmazzák ezek a, ezek a planktuszok, és ezek azért is voltak nagyon népszerűek, mert nagyon közel tudták hozni az egyszerű emberekhez a, a vallást azáltal, hogy egy egyszerű földi anya, egy földi nő bánata jelenik meg ezekben a himnuszokban, aki, aki elvesztette a fiát. És az egyik, ilyen leghí az egyik leghíresebb ilyen planktus az aponiatóis tabat márter kezdetű ö, himnusza. Bizonyára fogtok róla majd tanulni az iskolában. A verselés is érdekesen alakul, megváltozik az antikvitáshoz képest a, a verseknek a, a ritmusa, a dallama, megjelenik a rím. Ugye ma már nekünk evidens az, hogy a vers az, ami rímel, de ez, de ez nem volt mindig így, hiszen az ókorban rímtelen, ütemhangsúlyos versek születtek, akkor az számított esztétikus szövegnek. Tehát kicsit más jelentett a vers, egy szó, mint száz. És a középkorban terjed el a rím és az időmértékes verselést is szép fokozatosan fölváltja az ütemhangsúlyos verselés, vagyis a ritmusnak az alapegysége az már nem a szótagok hosszú, nem a szótag lesz, és nem a szótagok hosszúságából és rövidségéből áll össze a, a versritmus, hanem, hanem, a beszédnek az ütem tehát a hangsúlyos és hangsúlytalan részek váltakozásából áll össze a versritmus. Nos, és az első magyar nyelvű vers, az Ómagyar Mária síralom címen emlegetett Planktus, ebben is megjelenik már egyrészt a rímelés, másrészt pedig az, hogy két ütemű sorokban van írva. Nagyon érdekes a története ennek a versnek egyébként. Ez az úgynevezett Lőveni Kódexben maradt fenn, és ide is ide tettem egy uh, ilyen fotót, vagy facsimilét, szép latin szóval, ami sajnos nem olyan jó felbontás, mint a halotti beszédé de itt ez a szinte teljesen kitörölt szöveg, ja nem látjátok a kurzot, tehát itt kézzel mutatom, ez a szinte teljesen kitörölt szöveg maga az ómagyar Mária síralom. Ugyanis ebben a kódexben az egyik lapnak a hátoldalán egy ilyen majdnem teljesen kitörölt változatban maradt fönn ez a vers. Nyilván az volt, hogy, hogy ebben az időben a kódexek, az bizonyára tanultátok töréből is, hogy pergamenre íródtak, még főként pergamenre ír íródtak, és ez egy nagyon, nagyon, értékes, nagyon drága anyag volt, tehát spóroltak vele nagyon sokat, és akkor látták, hogy itt van egy ilyen értelmetlen, egészen nyilvánvalóan nem latinul, de még csak nem is németül, vagy valamilyen más ismeretlen nyelven, vagy más ismeretlen nyelven írott szöveg, ezért megpróbálták ezt eltüntetni és a kódexnak az útja is kalandos, annan ered a történet, hogy az első világháborúban lövent lebombázták, és elpusztult az egyetemi könyvtár is, és ekkor háborús jóvá tételként vásárolták meg egy müncheni antikváriumban ezt a réges-régi kódexet. És ebben, ennek az egyik lapján 1922-ben fedezte föl fedezték fel ezt, a, ezt, az értékes nyelvemléket. Szégyen gyalázat, nem írtam föl annak a nevét, aki, aki felfedezte ezt, pedig megérdemelte volna szegény. Szóval, hogy ez a lényeg, hogy a, hogy a 20. század elején fedezték fel ezt a nagyon értékes nyelvemléket, és 1982-ben vásároltam <kül> vásárolta meg a magyar állam a lőveni kódexet, nyilván nem kevés pénzért. Na de beszéljünk magáról a versről egy kicsit, tehát ez egy planktusz, egy Mária himnusz, mégpedig egy latin himnusznak az átköltése fordítása, tehát itt is egy laza fordításról van szó. Mint mondtam, két ütemű sorokban van írva, és nagyon-nagyon változatos a, a verzenéje is, tehát változatos benne a rímképlet, nagyon szép költői képek, alliterációk vannak benne, mint például a világnak világa, szókép, de az az érdekes egyébként, ha beleolvastok, hogy, hogy ezt azért picit nehezebb, nehezebb érteni, tehát több olyan szó van benne, amit ma már nagyon más, hogy mondunk. Most nincs erre mód, hogy részletesen végigmenjünk a szövegen, de mindenképpen érdemes ezt is bogarászni. És ahogyan a, a planktuszokban általában ebben is a fiát sirató, ö, szenvedő anya jelenik meg, aki tehetetlenül kellett, hogy végignézze a, a fiának a halálát, aki ráadásul, ráadásul oktalanul halt meg, hiszen, hiszen nem volt bűnös, és miután tehetetlen ezzel kapcsolatban nem tehet semmit a fiáját, ugye azzal zárul a vers, hogy, hogy azt kéri, hogy akkor inkább őt is, őt is öljék meg, hogy akkor inkább ő is együtt menne a fiával a halálba. Tehát nagyon, nagyon, annak ellenére, hogy ez is ugye egy nagyon régi szöveg, nagyon érzékletesen adja vissza az anyának a fájdalmát. Jó, a következő szövegcsoport, amiről egy pár szót beszélünk, ezek a geszták. Ugye ezek is prózai művek, és ezek inkább, a, inkább az irodalom és a történetírásnak a határterületei, úgy lehetne mondani. Maga a gesta szó, az egy latin szó, azt jelenti, hogy cselekedetek visel dolgok, és a geszták azok egy-egy népnek, vagy egy-egy uralkodó családnak a történetét meséli, mesélik el. És abban különböznek a krónikáktól, hogy a geszták azok nem tartják szigorúan az időrendet, tehát egy ilyen lazább narratíva jellemzi őket. És azért is mondtam, hogy az irodalom és a történelemtudomány határán helyezkednek ezek el, mert azért alapvetően a jelennek az igényei mentén íródtak ezek a geszták, tehát ezeknek a legfőbb célja általában az volt, hogy a, hogy a regnáló uralkodó háznak a legitimitását erősítsék, tehát azt erősítsék, hogy ők jogosan ülnek a trónon, és a mai értelemben vett történelem tudományi mércéknek ezek azért természetesen nem igazán felelnek meg, tehát nincsen gondos forráskutatás mögöttük, hanem különböző forrásokból, olykor majd látni fogjuk, hogy Anoniusnál a nép ajkán élő történetekből táplálkoznak. De ettől függetlenül ezek nagyon-nagyon érdekes és fontos forrásaink, csak nem érdemes őket úgy olvasni, mint egy történelemkönyvet, mert hogy ezek nem azok. Na, a, az első és talán a leghíresebb Anonymous Gesta Hungarorum című szövege, ez a 13. század elején íródott, és azért is Anonymus van megjelölve egy szerzőként, ugye anonimus szó azt jelenti, hogy névtelen, vagy nem megnevezett, és nem tudjuk pontosan, hogy ki volt ki volt ez a szerzetet, hogy mi volt a neve. Itt van egyébként ide, hoztam nektek az első lapját, ennek az anonimus féle ezt a hungarólomnak, és itt az elején látjátok, hogy P. Dictus magiszterként nevezi meg magát a szerző, ami magyarul azt jelenti, hogy P-mester, P vagy P-nek mondott mester. Tehát magyarul nem tudjuk, hogy ki volt ő, valószínűsítik a történészek, hogy harmadik Béla udvari krónikása lehetett ő. És az is kiderül a, a anonimus féle gesztából, hogy a mesék és a mondák még nagyon elevenen éltek ekkor a nép ajkán. Tehát nagyon sok történet keringett a magyarság eredetéről, a történelméről. És az az érdekes, hogy Anonymous elég lenézően beszél ezekről a történetekről. Ugye azt mondja, hogy ezek ilyen, ilyen primitív, primitív, a nép ajkán élő történetek, ő meg ugye már a, a, a művelt. Uh, uralkodó osztály szempontjából írja ezt a gesztet, de ennek ellenére azért, azért jó párat beemel ezekből a lenézett mesékből, amiket az egyszerű emberek mondanak egymás között. Szerencsénkre egyébként, hogy jó párat megörökített, mert ezért tudunk róluk. A fő célkitűzése Anonymousnak az volt, hogy a honfoglalás történetét megírja, de ez sem tekinthető igazából, tudományos igényel megért történetírói munkának, időnként a saját, saját, hogy mondjam, saját preferenciái saját érzelmei vezérlik. És a legfőbb cél pedig az, hogy az Árpád háznak a legitimációját erősítse, tehát azt támasza alá, hogy, hogy az Árpád ház ennek az országnak a jogos uralkodója de ebből a gesztából ismerjük az MS álmát, a vérszerződést, itt jelnik meg az a gondolat, hogy a magyarok szkítából, szkítiából jöttek, és a hun-magyar rokonság gondolata is megjelenik itt. Álmost, ugye, aki, aki az Árpád tulajdonképpen az ősatja, Attillától eredeszteti. Aztán fontos geszta még, a Kéza és Simon féle geszta hungarórum, ez egy picit később, a század végén, a 13. század végén íródott, és még tovább megy a hun-magyar rokonságot, illetően ő tulajdonképpen már azonosítja a magyarokat a hunokkal, és a honfoglalást pedig tulajdonképpen egyfajta visszatérésként írja le. És meg kell még említenünk Kálti Márk gesztáját, amit Képes Krónika néven ismerünk, ez már a 14. században íródott és onnan kapta a nevét, hogy gyönyörű en illusztrált miniatúrákkal és iniciálékkal teletűzdet. Ugye az iniciálé, az iniciálé az ez, tehát a díszes kezdőbetűt hívjuk uh, iniciáléknak, és ezekben legtöbbször az árpátházi, különböző árpátházi királyokat lehet látni, és gyönyörű rajzok, uh, díszítő motivumok, tehát méltán illik rá a képes krónika név, és ebből pedig azt érdemes kiemelni, hogy nagyon sok mondánkat megörökíti a képes krónika, ami majd, ami majd nagyon fontos forrásként szolgál a romantikában az 1800-as években, amikor a, amikor a Nemzeti Romantika szerzői nagyon szerették volna megírni azt a nagy magyar őseposzt, amelyben a, amelyben a magyarok uh, eredete. Megjelenik, és több próbálkozás is volt arra, és például Arany János is nagyon sokat használta a képes krónikát, vagy pontosabban építkezett a képes krónikából. Tehát ez egy fontos forrás lesz majd a későbbiekben. És akkor még egy szövegcsoportról beszéljünk röviden, ezek pedig a legendák. Ugye a legendák. A legenda az, ahol kicsit már összeér a szórakoztató irodalom, meg a vallásos irodalom. Maga a szó az azt jelenti, hogy, hogy elolvasandó, olvasni való, tehát ami olyasmi dolog, amit, 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 el kell olvasni, vagy érdemes elolvasni. És ahogy mondtam, ebben már, ebben már összekapcsolódik a lelkiépülés, a vallásos áhítatnak valamilyen formája és a szórakozás. Ugye a legendák azok különböző királyok, szentek életét megörökítő történetek, amelyek, amelyekben csodás események vannak, általában nagyon fordulatosak, nagyon izgalmasak, nagyon cselekményesek, vagy, vagy éppensége nagyon, nagyon megrázóak. Olykor még egyébként még az erotika is megjelenik ezek, ezekben a szövegekben, bár inkább negatív formában, tehát pont az jelenik meg, hogy ezek a szentek hogyan, hogyan Áltak ellen úgymond a test kísértéseinek. Tehát a legendák nagyon népszerűek és fontos szövegek voltak, hiszen ezek által is közelebb lehetett hozni az egyszerű, talán már nem annyira művelt emberekhez is a, a vallást és a kereszténységnek a, a tanításait. Az első Magyarországon született legendák természetesen latinul íródtak, hiszen, mint mondtam, ez volt a, a, kultúrának, meg a vallásnak a nyelve. A 11-12. században született, születtek a, a, legendák Szent Istvánról, Imre Hercegről, Szent Lászlóról, vagy Gellért Püspökről. És az első magyar nyelven írott legenda, az a 14. század elején született, mégpedig pedig a, a, a negyedik béla lányáról, Margitról, ez a Margit legenda. Ennek az eredetie e, nem maradt fenn, viszont egy 16. századi másolatban fönnmaradt ez a szöveg. A negyedik béla lányáról e, annyit lehet tudni, vagy annyit érdemes tudni, lehet, hogy történelemből is tanultátok már, vagy esetleg olvastátok gádonyi Gézának az Isten rabjai című regényét, ami Margit történetét dolgozza föl. Tehát Margit negyedik Béla lánya volt, aki a, a Muhi csata után, tehát a tatárdúlás idején született, ugye akkor elmenekült az országból a, a király, és, és menekülés közben született meg Margit, és Béla a, a lányát, béla és a felesége a lányát a felajánlotta Istennek a születésekor a, az ország megmentéséért. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen születésétől kezdve Margitot Isten szolgálatára szánták. A, az apja egy kolostort épített számára a Nyulak-szigetén, amit ma már Margit-szigetnek hívnak, természetesen Margit után, és ő itt élt, nem élt egyébként sokáig, fiatalon 28 évesen meghalt, és ő egész, egész életében viselte ezt a feladatot, sőt, nagyon komolyan vette, és a fegyelemnek, és az aszkézisnek, vagyis az önsanyargatásnak egyfajta mintapéldája volt. Tulajdonképpen annyira komolyan vette ezt, a, ezt az Istennek szentelt életet, hogy még, hogy még a saját nővére, a legendából kiderül, hogy még a saját nővére is értetlenül nézték azt, hogy milyen keményen bánik saját magával. Nagyon keveset aludt, mert nappal egész nap dolgozott, éjszaka imádkozott, nagyon sokat sanyargatta magát, korbácsolta magát, öm, olyan ruhát hordott, ami, ami kidörzsölte a testét, szóval nagyon-nagyon-nagyon szóval komolyan vette a testnek az elnyomását. Erről beszéltünk ugye a, a középkorról szóló videóban, hogy, hogy, a test ebben a, ebben a középkori értékrendben tulajdonképpen a bűnöknek a forrása volt, hiszen, hiszen a test volt az, ami ráveszi az embereket a bűnökre, mint a, mint a, a falánkság, vagy a bujaság, vagyis a, a szexualitás, és éppen ezért a test az tulajdonképpen akadályozza az embert abban, hogy Istennek tetsző, elkölcsös életet éljen, amivel bejuthat a paradicsomba, ezért volt nagy kultusza az aszkézisnek, vagyis annak, hogy, hogy nem csak, hogy elmond, elnyomom a testi vágyaimat, hanem egyenesen sanyargatom a testemet. Ettől azt remélték, hogy, hogy ez egy tisztább lélekhez vezet, és jobban sikerül megvalósítani azt az erkölcsileg tiszta életet, amit ideálisnak tartottak. Na, ennek az élet, életmódnak a mintapéldája volt Margit, Árpádházi Szent Margit, és talán ennek is köszönhető, hogy elég fiatalon, mint mondtam, 28 évesen halt meg. És ami még érdekes, hogy a, a, a Margit legendának a másolójának a nevét is ismerjük, egy Ráskai Lea nevű domonkos rendi apáca másolatában maradt fönn ez a legenda, itt van róla egy elég, szintén egy elég jó felbontású kép, és Ráskai Lea is egyébként a Nyulak szigetén éltő, egy viszonylag ő egy előkelő származású apáca volt, aki, aki, egyrészt kódexmásolásban volt, nagyon fontos a munka, amit végzett, illetve könyvtárosként is szolgált a Margit szigeti, ma már Margit szigeti Kolostorban. Hát ennyi lett volna röviden a magyar irodalomnak a kezdete, illetve a legfontosabb szövegek. Hamarosan jelentkezem. Sziasztok!